Akkor én egy kérdéssel kezdeném. Itt nagyon sok a fiatal ember, fiatal hölgy és fiatal úr. Tételezzük fel, hogy ők kevesebbet tudnak Fábri Zoltánról, mint te, vagy most jöttek egy idegen országból. Ha kevés időd lenne, hogyan mutatnád be nekik Fábri Zoltánt? Először is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy eljöttek. Múlt héten a Hideg Napokat vetítették, és a rendező szerencsére el tudott jönni, Kovács András. Ez alkalommal nem vagyunk ilyen szerencsés helyzetben, mert mind a film operatőre, mind a főbb szereplők, mind a regény, amelyből készült a film, Sánta Ferenc az író, és a filmrendező is már sajnos egyikük sincs az élők sorában. Hármas apropója is van ennek a filmnek, a vetítésének. Egyrészt, hogy az akadémikusok által megszavazott 53 film között Fábri Zoltán kapta a legtöbb szavazatot a 6 filmmel. Másrészt idén van a holokauszt éve, és Fábri Zoltánnak nagyon sok filmje besorolható ebbe a kategóriába, illetve az a harmadik nagyon szomorú apropója, hogy augusztus 23-án lesz 20 éve, hogy a rendező meghalt. A Fábri Zoltánról először is annyit kell tudni, hogy az 50-es, illetve a 60-as évek elején, mindegy 15 éven keresztül ő volt Magyarország első számú rendezője, és nem csak, hogy a háború után, ugye a háború előtt eléggé ilyen kis bizonyára látják a filmmúzeumsában ezeket a fekete-fehér filmeket, amik ugyan nagyon kellemesek, de annyit lehet tudni, hogy általában ezeket 3 nap alatt forgatták le, a forgatókönyv megírásával és a színészek toborzásával együtt 3 napig tartott. Utána, amikor a háború után kezdett magához térni a magyar filmgyártás, tulajdonképpen Fábri Zoltán volt az első, aki mind Magyarországon, mind külföldön osztatlan elismerést szerzett a magyar filmnek. Ugye az ő filmje volt az első, a Körhinta, amit Cannes-ban meghívtak, és a francia új hullám egyik legnevesebb képviselője, François Truffaut, aki még akkor filmkritikus volt, azt írt erről a filmről, hogy ő ennek a filmnek adta volna az aranypálmát. Akkor valószínűleg a hidegháború, illetve a tematika miatt, tehát egy bizonyos fokig sematikusnak ítélték a nyugati filmkritikusok, emiatt nem kapott elismerést, de Fábri Zoltán neve és a magyar film egy csapásra híres lett. Na most az a szomorú helyzet állt elő Fábri Zoltán számára, hogy ez a nagy népszerűség a 60-as évek vége felé úgy csökkenni, apadni kezdett, és ez éppen azzal volt párhuzamos, hogy Magyarországon is megjelent az új hullámnak a hatása. Lassanként a filmmúzeumba megjelentek az első Godard és Truffaut filmek, és ezek egy csapással megváltoztatták a filmről való gondolkodást. Ugyanis addig, ez Fábri Zoltánra is jellemző volt, ez a klasszikus filmkészítési módszer, hogy nagyon pontosan kidolgozott forgatókönyv rajzokkal, amíg a kameraállásokat is berajzolta, tehát ettől eltérés nem volt. Tehát ahogy ő megálmodta a vetítés előtt, azt szóról-szóra úgy készült el. Viszont a Godárék pont ezt az improvizatív filmkészítést hozták divatba, nagyon sokszor még forgatókönyvük sem volt, hanem rögtönöztek, a való életet becsempészték, például nem tudom, látták-e a Kifulladásig című filmet, amiben az utcazaj megjelent, a járókelők szereplőkké váltak, az utcai rikkancsok szerephez jutottak, tehát ott már nyoma sem volt ennek a klasszikusan kidolgozott, precízen eltervezett filmkészítésnek, és akkor a Szabó Istvántól kezdve a Jancsó Miklóson át egy csomó fiatal filmrendező
örömmel átvette ezeket a francia módszereket, amúgy is Franciaország volt a példakép, aki tudott útlevelet szerezni, vagy valamennyi dollárt Franciaországba ment, nézte ezeket a filmeket, és akkor a Fábry Zoltán egyik piatra a másikra kezdett kicsit kisodródni ebből a divatból, tehát kicsit elavultnak kezdték érezni, ugyanis ő haláláig kitartott amellett, hogy ő irodalmi műveket választott alapanyagul. Hozzá kell tenni minden esetben nagyon rangos magyar irodalmi műveket, és olyanokat választott mindig, ami éppen az őt foglalkoztató témakörbe beleillett. Megfogalmazta Hevenyészet önéletrajzában, hogy őt mindig az emberhez nem méltó megaláztatása, kiszolgáltatottsága, a kis emberek megalázása foglalkoztatta, és ez ellen próbált hangot, szót emelni minden filmjében. És tulajdonképpen éppen emiatt nagyon-nagyon hamar megtalálta a holokauszt, a zsidóüldözés, a rasszizmus, az antiszemitizmus példáját, és kezdve a tulajdonképpen második fontos filmjétől, a Hannibal tanár úrtól kezdve az életműve végéig, ugyan 22 filmet rendezett, időről időre visszatér ez a téma. Ez a film az ötödik pecsét 76-ban készült, 77-ben mutatták be. Az egyik legfontosabb filmjének ítéli az utókor most már, és ez Sánta Ferenc azonos című regényéből készült. 44-ben a nyilas terror idején játszódik Budapesten. Szóval... Nem, gyakorlatilag most már átértél arra, amiről igen, amúgy is kérdeztelek volna, hogy hol helyezkedik el ez a film a Fábry életműben. Utaltál arra, hogy végül is Fábry világlátása meglehetősen koherens volt, hiszen filmről filmre az emberi megaláztatás, az embertelen erőszak ellen emelt szót, de mégis ezen belül ebben a filmben hol vannak a hangsúlyok, ha egy picit erről? Hogyha az ember összehasonlítja a regényt és ezt a filmet, azt látja, hogy Fábry szinte szóról-szóra átvesz dialógusokat, monológokat, nagyon pontosan illeszkedik a regényhez. Ettől függetlenül a regény sokkal jobban kötődik a filmnek, tehát ehhez a történelmi dátumhoz és az akkori korhoz. Bár a film is 44 szeptember vagy őszén játszódik, attól függetlenül több módszerrel is ezt a konkrét helytől, időtől elemeli. Tehát ez egy örök példázat lesz mindenfajta önkényuralom ellen, és az önkény, tehát behelyettesíthető ez akár az 50-es években, akár más korokban, más országokban, tehát ez egy példázatos film, és mindenképpen Fábrynak a nagy etikai filmsorozatába illeszthető be, azon kívül, hogy a Magyarország története sorozatba is, illetve az Árszpoétikában megjelent célokhoz is tökéletesen illeszkedik ez az alkotás. Ahogy én most néztem az internetet, szinte a legtöbb írás, legtöbb hozzászólás mai fiataloktól ehhez a filmhez érkezett. Nagyon sok fiatal elemezte. Igaz, hogy volt is egy filmkritika írópályázat, és többet a pályázat kiírók több filmet megjelöltek, hogy miközül lehet választani. A legtöbben ezt a filmet választották. Tehát én azt látom, hogy mai fiatalokat is kifejezetten izgatja ez a probléma. Na most, amit majd meglátnak, most nem akarom, biztos van több is, ugye, aki nem látta még ezt a filmet. Tehát Fábry Zoltán egy csodálatos trúvállyal azt a realista réteget, amit a regény is képvisel, azt megtoldja egy mitikus réteggel, amelynek van egy csodálatos
asszociatív montázs sora, amit én véleményem szerint itt a Szimbádnak, és ugye a Huszárik Zoltánnak és a Tóth Janónak az asszociatív montázsát folytatja, amikor majd meglátják, hogy a bosképekből milyen káprázatos képsorok bontakoznak ki a filmben. És ez is érdekes, a filmben van egy jelenet, hogy a könyvügynök húsért könyveket ad cserébe. A könyvben az szerepel, egy lexikonokat és szótárakat ad a húsért. A filmben Bos albumot ad érte. Ez talán nem véletlen, ha eszünkbe idézzük azt, hogy Fábri Zoltán eredendően festőművésznek tanult a képzőművészeti főiskolán, és mestere Réti István benn is fogta már a főiskolán, hogy tanársegéd legyen, tehát ő ott is kiemelkedett festményeivel is, és utolsó pillanatban döntött úgy, hogy ő inkább a filmrendezésbe fog, de akkor még nem volt Magyarországon a 40-es évek végén, 50-es évek elején filmrendező képzés, nem volt csak színészképzés, ezért ő színésznek iratkozott be. Hát bizonyára többen látták a Tanú című filmet, amelyben Rajk Lászlót ő alakítja Parádéssan, de a színészi képességei nem csak ebben mutatkoznak meg, hanem abban is, hogy a magyar filmművészetben talán ő az a rendező, aki legfantasztikusabban tudott a színészekkel bánni. Olyan drámai erő sugárzik valamennyi filmjében, hogy Töröcsik Mari pont abban a filmben, az a dokumentum és portréfilmben, amit készítettünk, azt mondta róla, hogy még a első sematikus filmjeiben is szinte a vászon szétrobban a drámai erőtől. De fantasztikus színészek voltak ebben segítségére, akiknek a legtöbbje már sajnos nem él, és itt kell elmondanom, hogy ez volt Latinovics életének utolsó szerepe. Amikorra ez a film már a mozikba került, addigra Latinovics már nem élt. Tehát egy nagyon-nagyon rossz idegállapotban, mondhatni a idegei, szóval teljes idegbetegségben forgatták vele ezt a filmet, és ez is Fábri érdeme, hogy a betegséget tulajdonképpen át tudta vinni a szereplőre. Tehát ő idézőjelben szublimálta azokat a dolgokat, amiket a valóságban ugye egy súlyos negatívumok voltak, és ezt is a film előnyére tudta kihasználni. Köszönöm szépen. Úgyhogy köszönöm.